Jó napot kívánok! Marcai Város Önkormányzatának 2019. november 21-i ülését megnyitom, megállapítom, a képviselőtestület határozatképes, mind a 12 képviselő jelen van. Mai testületülésünkön 17 napi rendi pontot tárgyalnánk az egyebek mellett. Utoljára kiküldésre a marszeli központi konyha szabad kapacitásának kihasználására vonatkozó szabályozás elfogadása került kiküldésre. Kérdezem a tagokat, hogy mindenki megkapta az előterjesztéseket. Van-e más napirendi pontra javaslat? Nincs. Aki elfogadja napirendi pontok tárgyalását, azt kérem, készfenntartással szavazzon. Köszönöm, egyhangú. Tájékoztatásul elmondom, hogy első napirendi pont megtárgyalása után személyi ügyek kerülnének sorra, illetve eskütételekre kerülne sor bizottsági tag választásra. Tehát így folyna, és azt követően történne a második napirendi pont tárgyalása. Tehát első napi rendi pontként tárgyaljuk tájékoztató képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségéről, előterjesztő Körösi András jogügyi bizottság elnöke. Megadom a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, tisztelt címzetes főjegyzőasszony. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény előírja, hogy minden önkormányzati képviselő a megválasztásakor és utána minden év január 1-jét követő egy hónapon belül vagyonnyilatkozattételre kötelezett. Ez a vagyonnyilatkozatához minden képviselőnek csatolnia kell a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának és gyermekének, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is. A Városi Önkormányzat képviselőtestületének valamennyi tagja, akik az október 13-ai önkormányzati választásokon megválasztásra kerültek. A törvényes határidőre, tehát november 12-ére a polgármesteri hivatalhoz leadták a vagyonnyilatkozatukat. A zárással kapcsolatos adminisztrációs feladatot a Jog és Ügyrendi Bizottság kettő tagja, nevezetesen Molnár Ágnes képviselőtársam és jómagam elvégeztük. Így megállapítható, hogy a Marcelli Városi Önkormányzat képviselőtestületének valamennyi tagja, beleértve a polgármester urat, alpolgármester urat is, az önkormányzati tisztségéből fakadó jogai gyakorolhatja és juttatásokban részesülhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése elnök úrhoz? Nincs. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem készfenntartásra szavazzon. 12 igen szavazattal elfogadtuk. Bejelentem a tisztelt képviselőtestületnek, hogy Puszti Gábort, aki a Fidesz-KDNP listájáról került be a városi közgyűlésbe, a megyei önkormányzat alelnökévé választott, amelyhez gratulálunk, és egyúttal lemondott helyi képviselői tisztségéről. Ennek megfelelően a jelölő szervezetnek joga van új személyt delegálni a városi képviselőtestületbe. Ez írásban megtörtént, és Mohari Zsolt urat jelölték az önkormányzati képviselőtestületbe, amelyhez gratulálok, jó munkát kívánok. Ahhoz, hogy munkádat meg tud kenni, először át kell venned a megbízó levelet, mire felkérem Györe István urat, a választási bizottság elnökét. Gratulálunk. Most a következő az lesz, hogy most már Mohari Zsolt képviselő úrnak le kell tenni a képviselői esküt, ezért megkérek mindenkit, hogy álljon fel. Fogom olvasni tagoltan, jó? Az én után a nevedet kell mondani. Én Mohari Zsolt. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati tisztségemből eredő feladataimat.
Marcali város fejlődésének előmozdítása érdekében. Marcali város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíts. Köszönöm szépen, megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Most javaslom a képviselőtestületnek, hogy a pénzügyi gazdasági követési bizottság tagjának válassza meg Mohari Zsolt urat. Aki ezzel egyetért, kérem készentartásra. Szavazom. Ebben részt vett a Zsolt szavazásként. Igen. Nem kell külön. Tehát ebben nem kell kiírni azt, hogy külön kívülnyomottak, hanem aki egyetért, kérem készentartásra. Köszönöm, 12 igenre lefogadtuk. Javaslom a testületnek, hogy Mohari Zsolt urat választja meg a Civil, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság tagjának. Aki ezzel egyetért, kérem készszentartásra szavazzon. Köszönöm. 12 igen szavazattal gratulálok mind a két bizottságnak, innentől, mint képviselő vagy tagja. Javaslom szintén a tisztelt képviselőtestületnek, hogy Mohari Zsolt megüresedett gazdasági pénzügyi bizottsági tagságára, a Fidesz-KDNP javaslatára válassza meg Bíró Gyula urat. Aki ezzel egyetért, az kérem készszentartásra szavazzon. Köszönöm. Egyhangú, 12 igen szavazat. Megállapítom, hogy Bíró Gyula urat a Pénzügyi Gazdasági Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjának a Városi Önkormányzata megválasztotta. Most pedig azt fogom kérni, gratulálok ehhez, azt fogom kérni, hogy Bíró Gyula, valamint Tótné Szalavári Otília és Lukács Bence Miklós, akik az előző bizottság, előző testületülésen, amikor a többiek esküdtettek, nem tudtak itt lenni, hárman egyszerre tegyék le az esküt. Megkérek mindenkit szintén a terembe, hogy álljon fel. Ugyanígy elő fogom orvasni az eskü szövegét, mindenki a saját nevét mondja mind a hárman ezt követően. Én Lukács Bence Miklós. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Önkormányzati bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat, Marcali város fejlődésének előmozdítása érdekében, Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíts. Köszönöm szépen, megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Gratulálok a megválasztott külsős bizottsági tagoknak, amennyiben úgy gondolják, hogy itt maradnak, annak sincs akadálya, hogy végighallgassák a testületülést, de innentől egyébként szabad emberek. Rátérnénk a második napi rendi pontra. Ez az önkormányzat második 2020 első félévi munkaterve. Irányban megküldtük az anyagot, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Azt el szeretném mondani hozzá, hogy ez mindig azt a két-három fő napi rendi pontot tartalmazza, aminek a tárgyalását általában jogszabály írja elő, de a vége mindig az, hogy 18-20 napi rend lesz belőle, mert az élet, amit hoz, azt mindig meg kell tárgyalni. Ez kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja a munkatervet, kérem készszentartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő előterjesztés az önkormányzat által feltartott költségvetési szervek 2020 évi belső ellenőrzési ütemterve. Ismert, hogy minden intézményünket a ciklus során teljes ellenőrzés alá vetjük. Elsőként ebbe a ciklusba a fürdő és a hivatal ellenőrzése történne meg. Kérdés ezzel kapcsolatban? Ki elfogadja, kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm, egyhangú. Bizottság tárgyalta. Köszönöm. Következő előterjesztés az önkormányzat szeretés működési szabályzatáról szól. A
előterjesztéshez helybe kiosztottunk egy harmadik paragrafusnak egy pontosított változatát, az elsősorban különféle pecsét használatokra vonatkozik, de így felel meg a tényleges valóságnak. Ezen kívül egyetlen egy megjegyzésem lenne még hozzá, ez a 60. paragrafus harmadik bekezdésnél a pénzügyi bizottság, vagy a pénzügyi iroda vezetője szerepel, valójában a jegyzőnek kell szerepelnie. Ennyi az egyetlen pontosításom. Előterjesztés tárgyalta a jogi bizottság. Megadom a szót elnök úrnak. Tisztelt esület, tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, a jogi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a önkormányzat SMS-ét. A jogi és ügyrendi bizottságon elfogadtuk azt a javaslatot, amit a polgármester úr elmondott, több paragrafust érintett, már így került ki az anyag, összességében egyhangulag elfogadta a bizottság, és javasolja a testületnek elfogadása. Köszönöm szépen. Ezzel van egy kérdés? Kérdés. Dr. Horváth László. Nekem ennyi kérdés, mivel egy bizottság tudtam részt venni. A mikrofont. Ezért a polgármester átruházott hatáskörébe hozott ügyek felsorolásánál ugye három ügy lenne, amire kérdésem lenne. Az egyik ugye, hogy a 10 millió forintig van átruházva, korábbiban is így volt egyébként, tehát ugye ez az előző ciklusban lett fölemelve ez az összeghatár. Ugye ez az egyik, a másik, hogy a polgármester dönt az ingóságoknak az 1 millió forint feletti értékesítéséről, illetve ez a 200 millió forintos szintén, hogy... Az 250. De hát 200 ez 200 van még az SMS-ben, de 200 millió van itt. Igen. Az a folyószámla hitel, a 250. Tehát nyilván tudom én, hogy itt gyorsan kell dönteni, és azért vannak ezek, de ez nem gondolták át azt, hogy valamilyen beszámolási vagy visszajelzési kötelezettsége lenne a polgármesternek a testület fele mindenképpen. Tehát ezt kérdezem, hogy ezt... Egyértelműen van visszajelzési kötelezettség, és minden alkalommal meg is történik, ha más nem a két ülés közti polgármesteri tájékoztatóban ilyen történt. Egyébként szerintem egyetlen egy alkalommal ezzel a 10 millió forintossal szerintem soha nem éltem az elmúlt 30 évben. A folyószámlahitel az meg mindig külön kerül megállapításra, tehát a költségvetésben mindig leszabályozzuk, hogy mennyi. Tehát én nem látom ennek semmilyen akáját. De visszajelzés mindig van. Ha valahol, ha ilyen volt, de kizártnak tartom, hogy lett volna. Más kérdés? Hozzászólás? Parancsoljon. Hozzászólás, Prágerné. Tisztelt képviselőtestület, és elnézést, hogy csak ezt a titulust fogom megemlíteni, én új vagyok itt, és a következő hozzászólásoknál vagy kérdéseknél is csak ezt fogom mondani, tiszteletet megadom mindenkinek, de én nem fogok végig sorolni mindenkit. A másik pedig, hogy többen megkerestek a városból, hogy a címerünkkel kapcsolatosan tegyek egy javaslatot, hogy változtassuk meg ezt a címert. Szóval a címerünk aktuálisabbá tételének az ügyében szólalok fel. A jelenlegi formájában nem szolgálja a város fejlődését szerintem ez a címer, és nagyon sok ember így van vele. Sem a színében, sem a tartalmában. Mondom ezt a vörös alapon átlőtt nyakú vízimadárról. Gondoljunk csak bele, hogy milyen kép jön le a ránéző emberben, amikor egy halálát váró madarat lát. Szeretnénk, ha városunk fejlődne, megindulna a 21. századi úton, és egy negatív címer már eleve kijelöli az utat. Jelenleg sajnos a halálba és a pusztulásba mutat. Sajnos elég aktuálisnak tűnik, hogy végignézzünk a város alapjain, gondolok a közút, járda, csatorna és árkok állapotára, pedig minden az alapoknál kezdődik, és dől el a hosszú távú sorsa bárminek. Képzeljék csak el, hogy a saját házuk egy jó alap nélkül meddig állhatna stabilan. Tehát a címer egy nagyon fontos alapja és szimbóluma a városnak, ezért javasolnám, hogy változtassuk meg pozitívabbra. Szívem szerint a Széchenyiek kékmezőben zöld koszorút tartó galamcímerét ajánlanám, de azzal is megelégedhetnénk, és olcsóbb is lenne szerintem, hogyha nyilat levennénk. És vagy lefestenénk a képről, mert akkor már nem a pusztulás lesz a szimbolika. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan lehetséges-e
valami még az SMS elfogadása előtt, hogy tegyünk ez ellen valamit. És még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy rendelkezik az SMS a városrészi települési munkacsoportokról is, ahol nagyon szépen fel van sorolva az összes részönkormányzat, kivéve Gombát. Azt szeretném kérdezni, hogy ez szándékosan maradt ki a felsorolásból, és ha igen, miért? Ettől függetlenül mi a segítőimmel már dolgozunk, és igaz, hogy nincs egy közösségi helyiségünk, ahol összejöhetnénk, mint gombaiak, nincs kultúrházunk, mint a többi városrésznek. Viszont azt szeretném most itt akkor nyilvánosan kérdezni, mert Berec alpolgármester úrtól egy héttel ezelőtt megkérdeztem, hogy mi a helyzet azzal a kulccsal, ami az előző képviselő úrnak rendelkezésére állt egy helyiség, hogy azt megkaphatjuk-e, vagy nem, vagy az milyen formában létezett eddig, mert nem szeretném, hogyha a városrészek között tennénk különbségeket. Úgyhogy szerintem Gombát egy kicsit jobban meg kéne becsülni, régebbi település, mint Marcali, és ráadásul turisztikát szeretnénk ugye a városban minél több embert ide hozni, és Gomba az, ami a Balaton felől a legtöbb ember beér a városba, és ugye nem mindegy, hogy milyen vélemény alakul ki rögtön az emberekbe. Úgyhogy erre kérnék szépen választ. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem érdemi választ fogok kapni. Köszönöm szépen. A hozzászólás az részben kapcsolódik az SMS-hez, és annál sokkal tágabb kérdést ölelt fel, és sokkal többrétű választ igényelne. Én megpróbálnék maradni egyelőre azoknál, amelyek az SMS-hez kapcsolódnak, és arról nem nagyon beszélnék, hogy a város fejlődése milyen összefüggésben van a címerrel, mert azt gondolom, hogy város nem attól fejlődik, hogy milyen a címere, hanem attól fejlődik, hogy milyen a közszolgáltatás abban a városban, és általában milyen a városnak az infrastruktúrája. És mondjuk attól fejlődik, hogy milyenek az alapok, ahogy ön említette, nos, ennek a városnak az alapjai Somogy megyében a legjobbak. Tehát ez az egyetlen város Somogy megyében, ahol tökéletes a hulladékelszállítás, ahol tökéletes a vízszolgáltatás, ahol tökéletes a szennyvízkezelés, ahol megfelelő minőségben, mennyiségben áll rendelkezésre az energiahordozó, akár a gáz, akár a villany. Ez mind nagyon-nagyon sok pénzbe került, hogy így van, és a tetejében árba is versenyképes bárkivel. Azt gondolom, minden kell indulni, és szintén az alapok része, hogy ennek a városnak hála az itt működő vállalkozásoknak, amelyek jelentős része a város segítségével települt ide, kimagaslóan magas az adóbevétele, ami garancia arra, hogy tovább tudjon fejlődni. Tehát nem gondolom, hogy a címer dönti el, hogy fejlődik a város, vagy nem fejlődik. Visszacélve a címerre, ez a címer, ez Marcali község legrégibb címere, pontosan megegyezik azzal, amit a község valamikori előjárói megálmodtak, elfogadtak, ez található meg a város múzeumába, mint legrégebb olyan emlék, amikor a város pecsétjét rányomták valamilyen okiratra. Azért szerepel ez a címer, mert ez sok száz éves, több mint 500 éves címer. És azt gondolom, hogy a múltunkhoz lennénk talán kicsit árulók, hogy ezen változtatnánk, és azt gondolnánk, hogy valami bükkfangos, szép címerrel másként lehetne ezt. Tehát nem javasolnám a változtatást, természetesen önnek módosító javaslata van, azt el fogom tenni szavazásra. Ami a munkacsoport alakítását illeti. Én is úgy gondolom, hogy a gombai városrész, vagy Gomba, az Marcalinak egy nagyon fontos területe, és éppen ezért, hogy a várossal szervesen fejlődjön, nem tartom indokoltnak munkacsoport alakítását, hanem azt gondolom, hogy úgy kell kezelni Gombát, mint ahogy kezeljük a Kopári sarkot, vagy ahogy kezeljük a kórház környékét. Tehát igenis a város belső területeként fejlődő település résznek tekintem, ugyanolyannak, mint a Szilvást, ugyanolyannak, mint a Déli Alközpontot. Ezért nem látom indokoltnak, hogy hasonló megkülönböztetés legyen, mint esetleg a várostól távol lévő Horvátkút, Bize,
vagy Boronka, vagy Gyótapuszta esetében. Tehát ez az oka ennek, és úgy gondolom, hogy ez így helyes. Kérdezem, hogy a címerrel kapcsolatos felvetését a módosító indítványnak tekintél. Köszönöm szépen. Másnak felvetése. Aki egyetért azzal, hogy már Marcali város címerét megváltoztassuk, az kérem készen tartásra szavazzon. Egy. Innentől ellenpróbát nem kell tennem, hiszen egy szavazat érkezett arra, hogy a címert megváltoztassuk. Más hozzászólás nem volt. Aki egyetért az SMS-szel, az kérem készen tartásra szavazzon. Köszönöm. Ellene. 11 igen szavazat, tartózkodás. 11 igen és egy tartózkodás mellett az SMS-t az önkormányzat elfogadta. Következő terjesztés az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Módosítás semmi más nem érint, mint a szociális rész belső tartalmát. Előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság és a jogi, megadom a szót dr. Mészáros Gézának. Tisztelt polgármester úr, főjegyző asszony, képviselőtársaim! A bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítást, és vita nélkül egyhangulag javasolja a testületnek elfogadni a előterjesztést. Jogi bizottság, Körösi András. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt jegyzőasszony! A jogi és ügyrendi bizottság is megtárgyalta a rendeletmódosítást, és összességében egyhangulag elfogadta, javasolja a testületnek elfogadása. Köszönöm szépen! Kinek van kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? Hozzászólás? Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Ellene tartózkodás. 12 igen szavazattal a testület elfogadta. Következő hatos számú előterjesztés, szociális ellátások, szociális szolgáltatások helyi szabály előterjesztő a jegyzőasszony. Főjegyzőasszony, van kiegészítés? Parancs. Egy mondat. Tisztelt képviselőtestület, ez a rendelet összefüggésben van az előbb elfogadott költségvetési rendelet módosítással, ahhoz szorosan kötődik. Talán egy kicsit a televízió nézőknek is mondom, hogy települési adósságcsökkentő támogatással szeretnénk javasolni, kiegészíteni a meglevő rendeletünket, annak okán, hogy van még pályázati pénzünk, és szeretnénk, hogyha az hasznosan elköltődne, vagy elkölthetné az önkormányzat, és hogy ne kelljen visszafizetni nyilvánvaló, és segíteni tudjunk elsősorban a téli időszakban rászoruló családoknak. A módosító indítványon pedig a rendelet tervezet második paragrafusának hatos bekezdéséhez kapcsolódik, ahol a mértékéről van szó, hogy mennyi lehet ez a települési adósságcsökkentési támogatás. Ezt szeretném egy mondattal kiegészíteni, hogy a támogatás mértékét 100 forintra kerekítve kell megállapítani, mert a 75%-os értékhatár vagy százalékos mérték okozhat olyan töredék pénzbeni összeget, amit a pénzügy is nehezebben kezel, és így könnyebben meg fogunk vele birkózni, hogyha ezt jóvá hagyják. Köszönöm szépen! Az előterjesztést tárgyalt a jogi bizottság, Körösi András elnök úr. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt jegyzőasszony! A jogi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást, egyhangulag javasolja a testületnek elfogadása. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás. Parancsolja. Kesztyűs Attila, képviselő úr. Mikrofont kérem. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző, főjegyző, asszony, tisztelt testület. Amit már a bizottsági ülésen is felvetettem, hogy arra figyeljünk azért, ebben egy legyen egy általános gyakorlat, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezzel fogják kiegészíteni a karácsonyi pénzüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy ott is elhangzott, hogy ez egy hosszabb idő alatt felhalmozott hátralék esetén valósulhat meg, illetőleg mindenképp kell hozzá valamilyen önerő is. Tehát. Jó, további. Aki így elfogadja, azt kérem készfenntartással. 12 igen szavazattal elfogadtuk. Következő teljesztés intézményi térítésétől szóló rendelet módosítás előterjesztő Berez Balázs alpolgármester úr, megadom a szót. Intézményi térítési díjak közül a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjaknak a megállapítását, módosítását indítványozzuk. Ez egy általánosságban 5%-os emelést jelent a szolgáltatást igénybevevők részére. Azt szeretném hozzátenni, hogy ennél a nyersanyagnormák jóval magasabb mértékben nőttek az elmúlt évben. Javaslom az előterjesztés elfogadását. Szóval szépen tárgyalta a jogi bizottság.
Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, jegyzőasszony. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást, egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek elfogadása. Kérdés ezzel kapcsolatban. Hozzászólás. Hosszú András. Köszönöm, polgármester úr, főjegyző szintén testület. Bizottság ülése, hogy a tárgyaltuk alpolgármester úrnak a megjegyzését, hogy ugye 5% emelünk, miközben az infláció jóval magasabb, és mindenki nyugodjon meg. Gyakorlatilag polgármester is elmondta a bizottság ülése, hogy a kiegészítést ezt a hivatal hozzá fogja tenni. Tehát ismételten azt tudom mondani, hogy pénzügyi biztonság van, és abból a plusz adóbevételből majd ez kompenzálásra kerül az infláció alatti emelés miatt, vagy csökkenet emelés miatt. Köszönöm. További. Nem kívánom megismételni, így van. Aki egyetért az előterjesztéssel, az kérem készentartásra szavazzon. 12 igen szavazattal. Elfogadtuk. Következő előterjesztés tájékoztató két testületülés között végzett tisztségviselői tevékenységről. Ezzel kapcsolatban melyikkel van kérdés? 21. 6, 9, 21, 20. 20. Arra adtam volna egyébként is. 20. 21. Más nincs. Ugye gyakorlatilag lezárult az a folyamat, ami előkészíti a városközpont átépítését. Ennek nagyon fontos eleve volt az, hogy tárgyaltunk a megyei közútkezelővel, és gyakorlatilag megegyeztünk az átadás ütemezésébe, tehát várhatóan ez év végéig megtörténik, hogy ami régen 68-as út volt, vagy annak egy jelentős része, mert a Széchenyi utca az nem, az városi tulajdonba kerül, míg a Sport utca az pedig a magyar állam tulajdona lesz. Ez azért fontos, mert innentől nyílik meg az a lehetőség, hogy szabadon hozzányúlhatunk ehhez az útszakaszhoz. Egyébként ezt minden körülmények között átadták volna, mert ugye ez egy négy számjegyű úttá válik azzal, hogy a 68-as az elkerülő út lett. Az elfogadott vagy a javasolt terv, ami most megy majd mindenféle tervzsűrikre és megy engedélyeztetésre, az gyakorlatilag megegyezik azzal, amelyet valamikor a nyár vége fele a Künceszau téren folytatott megbeszélés után kialakítottunk, tehát egy kétszer egysávos, a jelenlegivel több parkolót tartalmazó, nagyon sok fát, zöldet tartalmazó utcakép alakul ki, ami kiszélesedik oly módon, hogy a gyógyszertár és a vendéglő a mester előtti területen egy nagyobb teresedés alakul ki, és ugyanígy a random előtt is egy nagyobb teresedés alakul ki. Tehát ezeknél itt az önkormányzat fele közeledik a kétszer, két sávos útból a kétszer egy, míg a másik esetben a bíróság felé közeledik. Tehát így alakul majd ki egy csillapított forgalmú, valóban olyan városközponti út, ami alkalmas arra, hogy sok paddal, kiülőkkel, nagy fákkal alkalmas legyen arra, hogy itt sétálni lehessen, és nyugodt körülmények között pihenni, illetőleg figyelem használni azokat a szolgáltatásokat, amelyek jelenleg is megvannak. A következő benyújtottuk azóta már a Kelevíz Mesztegnyő Marcali kerékpárút építésére vonatkozó kérelmünket. Hiánypótlás egyelőre nem érkezett, tehát a lényege az, hogy a korábban Mesztegnyő Balatonként tervezett és nem megvalósult kerékpárút helyett két kerékpárút épülne, amelyek természetesen összeérnek a marcali két helyi kerékpárúttal. Ennek egyik szakasz, ami Mesztegnyő Kelevíz Bize Marcali, a másik pedig két helytől Újlak és Balatonmária fürdőig ki. És így valósulna meg két lépcsőbe az, ami korábban egyre volt hirdetve,
Itt jelenleg még csak ott tartunk, hogy benyújtottuk az igényünket, közel 500 millió forintra ennek a kisebb szakasznak most, és amikor ebbe már előre haladnak a döntési fázisok, akkor kezdődhet meg a tényleges tervezésre, hogy mi legyen a nyomvonal Marcaliban. Ugye bizén nagyjából egyszerű a nyomvonal, mert más alternatíva nincs is, mint a járda, és annak az a kérdés, hogy hol jön át egyik oldalra a másikra, míg Marcali esetében több nyomvonal elképzelhető, aminek akár lehet a kedvezményezettje a Szigetvári utca, akár a Kaposvári utca induló szakaszként, azt követően pedig ez dönti el a folytatást. A kimenő az biztos, hogy a meglévő kerékpárút felújítása magában Oszlopi utcában. Dózsatelep jelenlegi felújítás állapot. A tervek szerint haladunk, gyakorlatilag az első blokk elkészült, tehát a műszak, vagy az építészeti munkái elkészültek, jelenleg folynak az egyeztetések a közműszolgáltatókkal arról, hogy az áram esetében előre fizetős órák kerüljenek mindenhol felszerelésre, ennek folyik jelenleg a megigénylése, hogy ezeket felszerelje az EON, és nagyon gyorsan, jövő héten már ki kell jelölnünk azokat, hogy ki melyik lakásba költözik a következő ütemből. Amikor ez megtörténik, és nevesíthetők a fogyasztók, hogy ki melyik lakásba költözik, ugye annak a nevére kell, hogy kerüljön az óra, azt követően történhet meg a tényleges költözés, és ezt követően pedig tudjuk folytatni magát a felújítást. Közben a 21-est elmondtam a városközponttal együtt, a DRV. Ugye már az elmúlt év tavaszától folyamatosan beszéltünk arról, és néztük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a villámárvizeket a városba lehetőleg kordába tartani. Ugye a választások során is erről beszéltem, talán a legtöbbet, mindig legfontosabb feladatról, és így azonnal neki is álltunk ennek megoldásának, aminek az első üteme az lenne, hogy a DRV szakembereivel közösen kizárnánk annak a lehetőségét, hogy csapadékvíz kerüljön a szennyvíz rendszerbe. Tehát ma érzékelhető, hogy nagy esőkkor megnő a szennyvíztelepre bejutó víz mennyisége, ami együtt jár azzal, hogy jó pár helyen a szennyvíz elsősorban a város keleti részeiben visszaduzzad a lakásoknál. Tehát ez a legfontosabb és első, hogy ezeket megszüntessük, mert ez egyértelműen azoknál a családoknál lehetetlen helyzetet teremt. Tehát ezzel indulnánk. Elsőként azon a szakaszon, amelyik a Csomós-Gergely utca, az ottani emeletes házak, leburkolt nagy betonterületekről lezúduló vizet próbálja tisztázni, hogy hova, hogyan kerül, hogy ezzel akár a Csomós-Gergely utcának a keleti végét, akár a Liszt-Ferenc utcában meglévő problémákat fel tudjuk számolni. Ez lenne az első ütem. Ezzel párhuzamosan, szintén a DRV-vel konzultálva, megkezdtük annak a kiírását, pontosan kiírtam azt a beszerzési pályázatot, ahol tervezőt keresünk arra, hogy a városba bejövő vizeket hogyan lehet elvezetni, tehát vagy megfogni, vagy övárokkal bármivel. Ezt mondják meg szakemberek, hogy mi a megoldás arra, hogy a nyugatról bejövő vizekből a lehető legkevesebb zúduljon rá egyszerre a városra. Ennek egyébként része lesz az is, ami nem biztos, hogy mindenhol egyértelmű támogatásra talál, hogy bizony-bizony ezzel együtt ki kell vágni a városba az árkokat. Rengeteg helyen már alig látszik, mert sokkal könnyebb úgy füvet nyírni benne, hogyha ilyen könnyebben megközelíthető, tehát ki kell vágni az árkokat, az áttereszeket tisztítani kell, ahol erre koruk, betegségük, egyebek miatt nem képesek a lakók, ott ezt meg fogjuk oldani, ahol viszont erre képesek, ott azt fogjuk kérni a lakosságtól, hogy ezt maga oldja meg megfelelő szintezés mellett, mert az is nagyon fontos lenne, hogy a lehető leggyorsabban átmenjen a városon a víz, márpedig, hogyha minden ötödik, hatodik háznál az átteresz el van tömödve, abban a pillanatban visszatúzod az egész. Tehát egy nagyon nagy munka lesz, ahol
minden egyéni körzettel rendelkező képviselőnek a segítségét, aktív munkáját fogjuk kérni abba, hogy ezt tudatosítsuk a lakosságba, illetőleg nézzük meg azt, hogy ki az, akinek segítségre van szüksége. De csak az egész egybekezelhető. Egy számomra is nagyon érdekes felkérés volt, és meglepő, de valóban számuk ezt mutatják. A Le Monde nevű világszerte ismert francia újság kelet-európai tudósítója, aki egyébként Bécsbe székel, ő keresett meg egy tolmáccsal azzal kapcsolatban, hogy ők olyan statisztikát láttak, mely szerint nagyon sok német állampolgár költözött Marcaliba és környékére, és innen egyébként Hévízre mentek, még ezt a két települést látogatták meg, hogy mi lehet az oka, hogy Marcali ennyire vonzó a németek számára. Én elmondtam körülbelül a város infrastruktúrális helyzetét, elmondtam a város közbiztonságát, elmondtam azt, hogy itt azért valamilyen szinten nagyon jó német nyelvű oktatás folyt az elmúlt időszakban, elég sokan bírják annyira a nyelvet, hogy legalább konyhanyelven elbeszélgetnek, tehát a szomszédokkal valamilyen módon szót tudnak érteni, és számomra is tényleg meglepő, hogy milyen sokan vannak ma már, és az is, hogy az utóbbi időben kifejezetten drága házakat kezdtek el vásárolni, és az is, hogy közel 200-an állandó lakhelyül választották már, tehát nem csak azok vannak itt, akik 2-3 hetet töltenek itt, hanem akik gyakorlatilag állandó lakhelyül választották Marcalit. Én ezt mindenképp úgy ítélem meg, hogy ez egy pozitív jelenség, és talán azt mutatja, hogy a város valamilyen szinten fejlődik. Zárásként annyit szeretnék még mondani, hogy ami nem szerepel a kiküldött anyagba, de itt tartanám fontosnak megjegyezni, hogy minden marcali vállalkozást, legyen az egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, megkerestünk az elmúlt napokban, hetekben, azzal, hogy az önkormányzat létrehoz egy nagyon nagy online adatbázist, annak érdekében, hogy mind a városlakók, mind a környéken élők, azok olyan információhoz jussanak, hogyha bármilyen segítségre van szükségük, ez lehet akár iparos, lehet akár termékértékesítés, vagy egyáltalán valaki piacot akar magának találni, akkor az egész világon látható legyen több nyelven, hogy Marcaliból mit lehet megvásárolni, vagy Marcaliból milyen szolgáltatáshoz lehet hozzáférni. Folyamatosan jönnek vissza a pozitív válaszok, hogy igen, sokan szeretnének szerepelni ebbe a rendszerbe. Ez csak egy tájékoztatás volt, mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel az önkormányzat. Ezt most is ingyen nyújtja, és a jövőben sem kíván elér semmit felszámítani. Tehát ez egy ingyenes önkormányzati szolgáltatás lesz. További. Aki elfogadja a két ülés közti beszámolót, kérem készen tartásra szavazzon. Köszönöm, 12 igen szavazattal elfogadtuk. Következő előterjesztés, 9-es számú marcali, 2-es számú gyermekháziorvosi körzet feladatellátás, előterjesztő Berez Balázs, alpolgármester úr. 2-es számú gyermekháziorvosi körzet feladatellátásáról szóló előterjesztés visszatérő napirendi ponta az önkormányzat előtt, hiszen minden évben ezt a szerződést meghosszabbítjuk. Az előterjesztés lényege az, hogy továbbra is Ahmad doktor úr tudja ellátni ezt a körzetet, viszont csak helyettesítés keretében tudja végezni ezt a feladatot, hiszen hogyha ő vele praxisjoggal rendelkező körzetre kötnénk főállásban megállapodást, akkor a kórházban a feladatait nem tudná ellátni, tehát nem lehetne két jogviszonya. Tehát az előterjesztés lényege az, hogy a doktor úr a kórházban is és a házi gyermekorvosi körzetben is tudjon dolgozni. Itt azért szeretném azt megjegyezni, hogy a finanszírozás tartatatlan állapotára szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a doktor úr azért, hogy két körzetet gyakorlatilag ellát, azért 60%-os finanszírozást kap a NEAC-tól, azzal szemben, aki 100%-ot kap, mégsem kettő helyen dolgozik, tehát mindenképpen egy igazságtalan helyzet áll fenn, viszont doktor úr vállalja ennek a körzetnek az ellátását a továbbiakban is. Kérem képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a feladatellátási szerződés megkötéséhez. Ezzel kapcsolatban kérdés. Hosszú András, képviselő úr. Köszönöm szót. Két kérdésem lenne. Az egyik az ilyen költői, a másik meg reális.
költője az, hogy van-e kompenzációs lehetőségünk. Nem csak erkölcsi, amit megkapott a doktor úr, a másik pedig, hogy hosszabb távú szerződésben tudunk-e gondolkodni, vagy tudatosan évekbe gondolkodunk, és ehhez kapcsolódóan kötjük meg a szerződést. A második kérdése a válaszom az, hogy az előterjesztés is tartalmazza, hogy ez kettő évre kötnék, tehát 2020-as évre, mint egyéni vállalkozó, 2021-re pedig, mint a Banna KKT-vel kötnénk meg ezt a megállapodást. A finanszírozás tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy ez egy OEB finanszírozott ellátás, tehát ez az állam feladata, hiszen mindenki a járulék befizetését teljesíti, mint magánszemély, és ez egy állami feladat. Átvállalás, amit gyakorlatilag az önkormányzatok, mint egy postás szereplők látnak el. Tehát az önkormányzatnak arra van lehetőség és arra van joga, hogy kiválaszza azt a vállalkozót, kiválaszza azt a közreműködő szemét, aki ezt a feladatot ellátja. Azt gondolom, hogy értem a kérdést, tehát van lehetőség, ha az önkormányzat úgy gondol, elméletileg mindenre van lehetőség, de ezt a költségvetésbe kell tisztázni, hogyha ilyen szándék van. De az viszont mindenképp fontosnak tartom azzal kapcsolatban, amit az alpolgármester úr elmondott, hogy ezt minden létező fórumon jelezni fogjuk, hogy ez egy áldatlan állapot, hogy azért, mert valaki többet dolgozik, azért, mert valaki gyakorlatilag lehetővé tesz, hogy a kórházban legyen gyermek járóbeteg ellátás, azért kevesebb pénzt kap. Tehát ez egyszerűen egy abszurditás. Nem sokára december 5-én lesz Kisvárosi Szövetség közgyűlés, ahova várunk több államtitkárt, ott is fel fogom vetni ezt konkrét példaként, hogy ez egy tarthatatlan dolog. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Ki elfogadja, kérem készszentartással. Köszönöm, 12 igen szavazattal. Következő a település rendezési eszközök módosítása, hogy mindenki számára... Tehát, hogy mindenki számára világos legyen, ez a Széchenyi utcai orvosi rendelő területének a kivétele a kórház területéből, önálló helyrajzi számon mindegy 800 négyzetméteres terület kerülne kialakításra, és innentől fogva megnyílik a lehetőség annak, hogy amit nyugodtan mondhatom, hogy tévedésből államosítottak, mert a jogszabály szerint az alapellátást nem lehetett volna államosítani, csak mivel a kórház területén volt, ezért a nagy vitte a kicsit. Ez teszi lehetővé azt, hogy visszaadja az állam térítésmentesen az önkormányzatnak a saját tulajdonát. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Tisztelt polgármester úr, főjegyző asszony, tisztelt képviselőtársaim, a bizottság megtárgyalta, és pontosan ilyen indokok alapján vita nélkül egyhangulag támogatta, illetve javasolja a testületnek elfogadásra az előterjesztést. Köszönöm szépen. Kérdés ezzel kapcsolatban. Hozzászólás. Elfogadja, kérem, készfenntartással. 12 igen szavazattal elfogadtuk. Következő tájékoztató a Humán Köznevelés Egészségügyi Szociális Bizottság munkájáról előterjesztő Molnár Ágnes elnökasszony. 11-es napirend. Polgármester úr, alpolgármester és címzetes főjegyzőasszony. A bizottságunk megtárgyalta a lakásbérleti szerződések meghosszabbítását, és pályázatok eldöntésének a beszámolóját elfogadta, tehát megint megállapítottuk, hogy jó helyre került a pénz, megalakult a bizottságunk, vannak bent külsős tagok, képviselők, és remélem, hogy jól fogunk tovább is együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Kérdés elnök asszonyhoz. Hozzászólás. Ki elfogadja a tájékoztatót, kérem készfenntartással. 12 igennel elfogadtuk. Következő ugyanez pénzügyi városfejlesztési költségvédelmi bizottság, dr. Mészáros Géza elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, főjegyzőasszony, képviselőtársaim. A bizottság megtartotta soros ülését, a soros ülésen átruházott jogkörben tárgyalta a piactér projekt keretében, a római hatoszlán projekt keretében a mobil színpad fedéséhez kapcsolatos pályázatot, melyre nem érkezett ajánlat, ezért érvénytelenített, és felkérte a főjegyzőasszonyt új pályázat kiírás és az összegző anyagnak a megküldésére. Míg a piactér burkolására a arab 1-es, arab 2-es pályázat tekintetében, nem arról szól, hogy leburkolni a piaszteret.
arra az érkezett ajánlatok az első körben valójában meghaladták a rendelkezésre álló keretet, majd a második tekintetben hirtelen hirdetmény nélkül tárgyalás keretében nem közeledtek az álláspontok, ezért a bizottság érvénytelenítette a pályázatot, ugyancsak felkérte a főjegyző asszonyt, hogy egyrészt az összegző anyagot küldje meg, másrészt pedig új pályázat kiírására kerüljön sor. Köszönöm szépen, ez volt a soros. Majd a ülés előtt tartottuk a soron kívül ülésünket, amely két napi rend volt átruházott hatáskörben. Egyik az energiabeszerzés volt, ami a 2020-as évre. Tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket, hogy mind a három energiabeszerzési dimenzióban sokkal kedvezőbb ajánlatot fogadott el a bizottság, mint a 2019-es évben, tehát ez akár örömteli is lehet. Ugyanakkor a második tekintetében az EFOF pályázat keretében nyert összegből a Mikszátúti általános iskola szerves részeként működő régi óvodának a keleti részén lévő épület részt pályázati pénzből felújítja, és sikeres pályázatot hirdetett e tekintetben a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés elnök úrhoz? Nincs. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Egyhangú. Következő előterjesztés 13-as számú előterjesztés. Ugye a napokban megjelent egy olyan hír, mely szerint a kormány támogatná jelentősen az erdőtelepítéseket, ezért benyújtunk egy olyan kérelmet, mely szerint a régi lőtér területét az önkormányzat kérné ingyenes használatba adni. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Elnök úr! Nem ereszteném hosszabbra, támogatja ugyanúgy, pontosabban javasolja a bizottság megint egyhangulag és vita nélkül azt, hogy ezt a területet a város birtokba tudja venni. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Elfogadja, kérem készfenntartásra. Köszönöm. Bocsánat, elnézést, nem figyeltem. Az itt nem a szavaztál. Bocsánat, csak annyit, hogy éppen ma kaptam el a tévében erről egy beszámolót, hogy nagy mértékben támogatják ezeket a telepítéseket. Ez, hát innen indult az ötlet. Jó, tehát aki ezek után elfogadja, az készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról előterjesztő jegyzőasszony. Jegyzőasszony, szóbeli kiegészítés nincs. Tárgyalta a jogi bizottság. Elnök úr, körös elnök úr. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, jegyzőasszony. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napi rendi pontot. Tulajdonképpen egy dupla szabályozást, egy egymásnak el nem mondó szabályozást szüntet meg, hiszen két önkormányzati rendeletünk is foglalkozott ezzel a témával, és ebben a rendeletben hatályon kívül helyezte, és összességében a szabálysértésekről alkotott 2012 évi második törvény rendelkezései alapján történik ennek a helyi rendeletünknek a megalkotása. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek elfogadása. Kérdés, hozzászólás. Horváth László, dr. Horváth László. Mikrofont kérek. Tisztelt képviselőtestület, csak üdvözölni tudom ezt a rendeletalkotást. Nagyon ideje volt a városba ennek, és mindenhol látni egyébként, meg a város lakókat is bőszíti, ugye, hogy bárhol nézünk, különösen segélyosztás után vannak ilyen napok, amikor az egész belváros, illetve ott a teüzemmel szembeni terület, vagy a spáráruház előtt, ott tömegek fogyasztanak alkoholt, és eléggé úgy is viselkednek. Gyakorlatilag ott már sokan közlekedni sem mertek. Úgyhogy remélem, hogy a rendőrség is ezek után azért ellátja a feladatát, és nem csak a kocsiba nézik, hogy kik vannak ott, hanem intézkednek is ezekkel a személyekkel szembe, és úgy gondolom, hogy talán vissza is tudjuk tartani őket ettől. Úgyhogy csak örülök neki. További? Nincs. Főjegyző asszony.
Annyit szeretnék válaszolni igazából a hozzászólásra, hogy az eddigi közösség elleni magatartási rendeletbe is bele volt fogalmazva, és a közterületibe is, hogy tilos, és rengeteg, úgy tudom, hogy a járási hivatalnál rengeteg szeszes ital fogyasztással kapcsolatos szabálysértési eljárás volt folyamatban, és pont ezekből az eljárásokból jött az az információ, hogy mi a közösség ellenes alapján szabályoztunk, de nem úgy kellett volna, hanem a szabálysértési törvény felhatalmazása alapján, és ezért kellene most ezt újra alkotni. És ha jól tudom, akkor talán a megyében egyedüli marcali települése, ahol külön rendelet van arról, hogy tiltjuk a közterületen a szeszes italt fogyasztását, és szerintem a rendőrség elég gyakran él ezzel a lehetőséggel, hogy már amikor nyilván az ütemezet ellenőrzéseibe belefér, hogy feljelentéssel élnek. Tehát a szabálysértési előadóval folytatott konzultációból mi ezt tudtuk leszűrni, hát nyilván nem a mi feladatkörünk, de az állami szerv, akinek ez a feladata, nem biztos, hogy ennyire örül neki, mert biztos, hogy sok feladata van belőle. Köszönöm szépen. További, aki elfogadja a rendeletet, kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm, megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a szavazás előtt Kecis Attila képviselő távozott, aki ezt előre jelezte, hogy vidékre kell utaznia. 15-ös szám előterjesztés közalapítványok 2018 évi gazdálkodásáról, kötelező napirend a város által létesített közalapítványokról szól. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, 11 igen szavazattal. Elfogadtuk. Tizenhatos számú előterjesztés, hogy továbbra is a város folyószámla hitelt vesz fel 250 millió forinttal, mint ahogy az elmúlt években mindig. Ezzel kapcsolatban kérdés. Aki elfogadja, kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Ellene 11 igen szavazattal elfogadtuk. Hogy mindenki számára tiszta legyen, hogy ez mit jelent, ugye az önkormányzat kiadásai azok folyamatosan jelennek meg mind a 12 hónapban, hiszen béreket kell fizetni, mindenféle díjakat, áramdíjat, egyebet kell fizetnünk, ugyanakkor a bevételeink azok pedig március 15-e és 20-a között jelentősek, illetőleg szeptember 15-e és 20-a között, amikor a helyi adó részleteit fizetik be az arra kötelezettek, és a köztelévő időben sokszor szükségünk van arra, hogy ebből a folyószámla hitelből gazdálkodjunk. Ami a fontos, hogy évvégére mindig nullás legyen az önkormányzat. Ezt már, mivel csináltunk már egy belső elszámolást, még csak magunknak, mondjuk úgy, hogy ceruzával, már most látszik, ha hasonló lesz az adófeltöltés, mint tavaly volt, akkor biztos, ugye ami az láttam a bólogatást, tehát ami az adófeltöltésnél kiesik, az nálunk minimális, mert csak a kisadózók azok, akik később töltenek fel, a nagyadózók nem, a kisadózók az 3-4 millió forintot fog jelenteni, tehát a tavaly 58 millió esetében mondjuk 5%-ot. Ugye 58 millió volt az adófeltöltés, tehát már most látszik, hogy valahol 10 és 20 millió forint közötti plusszal fogunk zárni. Ha meg esetleg a kincstárak kifizetéseket úgy ütemezi, akkor meg még többel is akár. Már itt most a bérekre mondom, hogy annak az elszámolás. Mondjuk ha jókorán bezárna a kincstár, és csak januárra tudná elszámolni, akkor még jobban. De negatívat számoltuk. A következő marcali központi konyha szabad kapacitásának kihasználására vonatkozó, hát mondjuk úgy, hogy egy szabályzat. Ugye ez azt jelenteni, tárgyaltunk a városban működő melegkonyhás egységekkel, és velük állapodtunk meg abba, mivel nagy az igény arra, hogy hétvégeken, tehát amikor nincs főzés, hétvégeken lakodalmakat, céges rendezvényeket, egyéb bálokat rendezzenek, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy bérbe lehessen venni ezt a konyhát, és egyúttal ennek a szabályait rögzítettük itt, hogy milyen összeget kell befizetni, illetőleg, hogy milyen kauciót, és hogy mennyire kell a mi dolgozóinknak ott jelen lenni. Természetesen felvetődhet az a kérdés, hogy miért nem csináljuk magunk. Ennek egyetlen egy oka van,
hogy abban a pillanatban a közalkalmazottakra vonatkozó valamennyi törvény vonatkozna ránk, tehát vagy 3-4 napig nem dolgoznának utána a dolgozók, vagy olyan szombat-vasárnapi béreket kellene fizetni, ami alapján meg az egész egyszerűen kivitelezhetetlen lenne. Kérdés ezzel kapcsolatban. Hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készszentartással. Ellene tartózkodás 11. Ugye ebben van, hogy kedvezményt kapnak a saját intézményeink, illetőleg az egyesületek, akiket mi támogatunk. Nincs is több napirend. Elfogytak a napirendek. Kezdődne interpelláció, kérdések lehetősége. Kinek van kérdése, interpellációja? Horváth László volt a leggyorsabb. Tisztelt képviselőtestület, kérdésem lenne több is. Első, hogy akkor mikor tudunk visszatérni, hogy a Berzsenyi utcának az útburkolatának a újra feljavítása, vagy kijavítása, vagy újra aszfaltozása várható-e valamikor, vagy ebben mi van. A másik a Lehel utca, tehát ott felvitték ugye végig a vizet, a gáz, meg a szennyvizet, tehát az elég hadi állapotok vannak, ott láttam ott a két átvágást, azt két most újra aszfaltozták, de az megint kezd besüllyedni, ugye most ott fönn parkolnak a kamionok, és ugye ott jönnek le, ott elég nagy zörgés van hajnalban, tehát ott zavarja a lakókat, meg egyébként a személykocsik is, amikor közlekednek, ott elég balesetveszélyes, mert belemegy abba a gödörbe, főleg éjszaka, meg van süllyedve, most ugyan valamilyen szinten van, de már megint kezdett süllyedni. Tehát ez a víz egyébként most, ha ami lefolyik, az befolyik a Honvéd utcába, tehát ami soha nem volt, tehát ez mindenképpen megoldásra vár. A DRV-vel kapcsolatban, amit a polgármester úr említett, most én azért beszéltem többen, meg többen is panaszkodtak, hogy az árkokat ki kellene tisztítani. Most ez különösen a ott a milyen utca, Banic közben, ugye ott az Ifjúság utcában Ifjúság van utca. Probléma, ugye az egyik oldalon tele van az árok víz, a másik oldalon meg csepp sincs soha, és ugye ott volt, amit kiástak, volt, amit nem, tehát egyenletlen, és ott megáll a víz, gyakorlatilag semmit nem tudnak csinálni. Most valami komlói emberek voltak ott, megrendelték náluk, hogy tisztítsák ki az áttereszeket, meg ezt, mert a legnagyobb esőbe, tehát gyakorlatilag semmit nem tudtak csinálni. Tehát én javasolnám azért azt, hogy nyilván mindenki, aki tudja, az tisztítsa ki a hídja áttereszét, illetve az árkot, de ezt valahogy központilag kéne szabályozni, vagy végig az önkormányzatnak, mert ugye ott, ha eltérnek a szintek az árkoknál, akkor ott sokat nem érünk el. Tehát van, aki mélyebbre ássa, van, aki meg alacsonyabbra, akkor ott megint nem fog semmi elfolyni. A másik, ami a Bizei városrészt érinti, ugye ott elég rossz a járda, ott a külső település rész meg az a belső rész között, gyakorlatilag közlekedésre alkalmatlan, benőtte a gaz is, azokat a betondarabokat, amik ott vannak. Most nyilván ebben kéne valamit csinálni, de hogyha csinálják a kerékpárutat, ugye valamikor, akkor meg az a jó, ha akkor megcsinálják. Azt nem tudom, hogy mikorra várható annak a... Mert nyilván ott már az ott lakók azért régóta várják, hogy ott valami legyen, de nyilván türelemmel lennének, ha tudnák, hogy körülbelül belátott időn belül mikor várható ott valami. Jó, köszönöm szépen ez. További dr. Mészáros Géza, a mi van a mikrofon? Utána Molnár Ágnes. Ha szabad, akkor udvaresen átadom. Nem. Oké, rendben van. Tisztelt polgármester, főjegyzőasszony, képviselőtársai. Én három dologban egy kicsit bővebb, egyik a másik kettő rövidebb, a bővebbel kezdeném. Ugye itt most már hosszú ideje folynak különböző ígérgetések és ajánlatások a város egészségügye, pontosabban a kórház tekintetében, és a napi híradásokból elég ellentmondó hírek jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a már meglévő szolgáltatások sorsa, illetve ezáltal a dolgozóknak a sorsa. Én azt kérném polgármester úrtól, hogy az országgyűlési képviselő úrtól kérünk egy tájékoztatót a tekintetben, hogy valójában ez hol tart ez az állapot most. Nyilvánvaló, tudjuk, hogy másfél év alatt történt két olyan komoly dolog az országban, amikor ilyenkor illik ígérgetni és illik ajánlatokat tenni az embereknek, viszont hogy ebből mi lesz a valóság, az érint bennünket legjobban. Tehát ezért én kérném azt, hogy még egyszer nyomatékosan ismételve, hogy kérjünk tőle tájékoztatást, hogy hol tart most ez az ügy, ami a Marcali Kórház sorsát,
egyrészt ugye ennek a megközelítőleg 40-70 ezer embernek az ellátását, illetve az ott dolgozók sorsát stabilá és biztonságosabbá tudná tenni. Ez az egyik. A másik kettő rövid, hogy amennyiben van még mód a város, illetve a Városgazdasági Társasága tekintetében költségvetési lehetőség, hogy még a kátyú, és az időjárás is engedi, hogy kátyúzásokat a télbeáltáza előtt, ha még lehet folytatni. Illetve a polgármester által a két ülés közti beszámolóban én csak üdvözölni tudom, hogy a csapadékvíz elvezetés, tehát amit én kb. Fél évvel, egy évvel előtt javasoltam, hogy koncepciálisan legyen kezelve, hogy ez idáig eljutott, mert egyre több problémát okoz nekünk ezek a hirtelen záporok, egyebek, és ezt is nehezen tudjuk kezelni képviselőként is, lakosként is, hogy ez, ha van mód, akkor ez mi hamarabb induljon be és valósuljon meg, mert ez jól felfogott érdekünk a lakosság és a város biztonsága működése érdekében. Köszönöm szépen! Molnár Ágnes. Tisztelt képviselőtestület! Először is én megköszönném, hogy az elkészült a játszótér a panelházak mellett, és hogy két pad is került oda, hogy le tudnak majd tavasszal a szülők ülni. De viszont én úgy látom, hogy a fahidaknak nem lett az állaga megóva. Holott most már megyünk bele a télbe, és azt látom még, hogy a városban az utak, a járdákon is rengeteg levél lehullott. És ugye az eső miatt most nagyon csúszós, ez balesetveszélyes, hogy valahogy a GAMESZ nem lehetne megerősíteni, vagy nem tudom, valami képe erre megoldás kellene, mert a levél az nem szemét, de sajnos balesetveszélyes. A másik pedig érdeklődöm, hogy Gyótán a ravatalozó mikor fog elkészülni. Köszönöm. További. Prágerné Magyar Gabriella, képviselőasszony. Tisztelt képviselőtestület, szeretnék visszatérni a kérdésemre a gombai városrészsel kapcsolatban, mert nekem nem volt kielégítő. Mi változott azóta, hogy más lett a képviselő, mert eddig teljesen külön volt gomba kezelve, ott volt városrészi segítőcsoport, hogy mi az oka ennek. A másik, nagyon örülök neki, hogy tényleg végre a városba koncepció szerint fogják a vízelvezetést, a csapadékvízelvezetést feltárni, mert hát 10 éves ígérgetések után még nem nagyon volt eddig erre példa, hogy sikerült megoldani. És Gombán a lőtérrel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy milyen tervek vannak, a lőtér felújítása vagy helyette valami, mert ott az út mellett elég katasztrofális állapotban van. Köszönöm szépen! Több? Nincs. Berzsenyi utca burkolat. Hát télen biztos nem térünk rá vissza. Tehát csak a jövő évi költségvetés tárgyalásakor jöhet újra elő, és én azt gondolom, hogy csak olyan céggel fogunk szerződni, ahol kiváló minőséget tudnak prezentálni. Tehát mondom példaként, hogyha megkezdjük a déli alközpontban, vagy a déli iparterületen az útépítés és mindent, ott valami olyan cég nyeri el a munkát, akkor az elképzelhet, hogy ő velük egyébként hasonlókkal, mint a keddi dolgok, nem fizettünk ki, olyanokkal nem. Leher utca, ahogy tudom, hogy mától a víz már normálisan lefele egy irányba folyik, tehát nyugatról kelet irányba, tehát nem folyik el északi vagy déli irányba. De a Leher utcáról természetes, hogy folyamatosan figyelni fogjuk, hogy az a víz és szennyvíz elvezetés miatt keletkezett probléma az egyértelműen megszűnjön. Egyetértek képviselő úrral abba, amit a belvízzel kapcsolatban elmondtál, és azért is vettük fel a kapcsolatot a DRV-vel, illetőleg tervezőkkel, hogy a városnak ez a neurologikus problémája megszűnjön. Hozzá kell tenni, hogy nagyon sok olyan munka készült a korábbi években, amelyek ezt próbálták megoldani. Jó pár területen sikerrel is jártunk, és talán 2 évvel ezelőtt jött újra elő ez a probléma, amióta ezek a hirtelen nagy záporok jöttek,
addig a meglévő rendszer az nagyjából működött, akár a kátyúároknál, akár a Szent János ároknál, tehát a fő vízgyűjtők azok fogadtak és vitték le a vizet, illetőleg ahol neuralgikus probléma volt, például a Boronkán, a Kisfaludi utcán, azokat pedig teljes egészében megszüntettük, és ugyanígy történt jó pár esetben Horvátkutnak is a felső falu végen, ahol folyamatosan zúdult be a víz. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan terület van a városban a domborzati viszonyok miatt, ahol ezek mindig megjönnek, és az elmúlt évekig igazán egyik nagy horhónknál se volt igazi nagy probléma, mindaddig, amíg ezek a vizek nem jöttek, de most ez van, és ezt kell megoldanunk, tehát és meg is fogjuk ezeket tenni. Amit ugye látni kell itt a kivágásoknál, világos, hogy a szintezéseket meg fogjuk tenni, de amit még egyszer hangsúlyoznék, hogy egyértelműen számítunk a képviselők segítségére, az egyéni között megválasztottakra, mert ott gyakorlatilag végig kell majd járni az utcákat, hogy hogyan történhet ez meg, kivel kell, kinek kell segítség, kivel kell beszélni, hol milyen hídgyűrűk vannak, alapvető probléma azoknak a különböző mérete, tehát rengeteg feladat lesz, jó pár évig el fog tartani, amíg ez sikerrel megoldódik. Vizei járdával kapcsolatban én is úgy gondolom, a kerékpárúttal együtt készülne. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon gyorsan eredményt fognak hirdetni, a pályázat jó, és ha Magyarország tartani akarja, már pedig tartania kell az uniós elvárásokat, akkor minden beruházásnak 2020-ban legkésőbb meg kell kezdődni, mert utána van ugye az N plusz két éves szabály, tehát azt követő két év még az, amíg el lehet számolni egyáltalán az Európai Uniós pénzekkel, és mivel ez 13-tól 20-ig terjedő ciklus, 22 végéig mindennel el kell számolni, és mindennek késznek kell lenni, mert a többi pénzt visszavonja az Unió. Tehát ezért én nagyon bízom benne, hogy hamarosan eredményhirdetés történik, és onnantól tudunk már aztán dátumot mondani, hogy ez mikorra készülhet el. A kórház. Én is láttam ezeket a sajtó a megjelent híreket. Én pillanatnyilag ahhoz tartom magam, amit itt szeptember végén Mórin képviselő úr elmondott a Korzóba, nevezetesen, hogy itt egyértelmű fejlesztés lesz, és szó sincs arról, hogy bármi más történhetne, de természetesen megkérdezzük képviselőt újra. Kátyúzás ebbe az évben már nem lesz. Tehát én azt gondolom, hogy most megrendelni valamit abba hiszem be, hogy most 10 fok van, de mondjuk amire megnyeri a kivitelező, addigra meg mínusz 12 lesz, tehát télen nem állnánk neki kátyúzásnak. A Molnár Ágnes fahíd, az összes anyag megvan, fel is vágták, le is kezelték, már csak fel kell állítani. Tehát folyamatban van az egész, csak ugye nem úgy történik, hogy a boltba egyből meg lehet venni hozzá. Tehát a méretre kellett vágatni, és le kellett kezelni. Gyótai ravatalozó tegnap előtt kérdeztem a Wolferitől, azt mondta, hogy amint szabadul, az a kapacitás, tudnak kövezni, az van már csak vissza, a kő megvan, csak le kell rakni. Tehát az összes többi része rendben van. Kombai városrészi munkacsoport, egyebek, a testület 11-1 arányba fogadta el a SMS-t, ami azt tartalmazza, hogy nincs. Tehát ez szerepelt benne. Lőtér. A gombai lőtér, ugye a híradásokból tudunk róla, illetőleg arról, hogy egy-két helyen próbaként megindult az MHS újra élesztése, és ilyen lövészkluboknak a támogatása. Ha ennek lenne realitás, ezt én nem tartanám kizártnak, hogy ilyenre újra lehetne éleszteni. Mindaz, ami ehhez tartozik, illetőleg a mi esetünkben elsősorban az íjászoknak a felkarolásával. Ha ez csak egy választás előtti szólam volt, és nem lesz ilyen, akkor én úgy gondolom, hogy még ebbe a ciklusba el kell bontani, és parkká alakítani az egészet. Tehát nem gondolom, hogy áruházzá vagy bármivé, hanem parkosítani. Áruháznak egyébként megvették volna ezelőtt 10 éve, a Tesco megvette volna 200 millióért. Tessék, hosszú András, egy lemaradt kérdés. Polgárstár, igen, utolsó utáni interpeláció. Kialakítottam polgárstár hangjából, hogy nem teljesen elégedett, sem a céggel, sem a minőséggel, aki csinálta a Berzsenyi utcát.
és hogy ehhez tartozik még egy plusz negatív tevékenység, hogy letettek oda valamit az alakulótérre, amit én azt gondolom, nem lehetett volna, hogy ezzel fogunk-e valamit kezdeni, hiszen ott történt egy aszfalt leterítés, ami én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy odavaló. Egy is ugye, hogyha ezt valaki fel fogja szedni, akkor ez plusz költséget fog nekünk jelenteni, vagy pedig erre fogjuk gyakorlatilag rá aszfaltozni, de ott most kinőtt a fű, tehát ugye ehhez kapcsolódva nem tudom, lehetőségünk van-e valami jó téteményre, hogy akkor jönnek, visszaszedjék fel, vagy kezdjék el felpucolni, hogy az abban az eredeti állapotban legyen kezelhető. Tehát amit oda leterítettek a piac területére, azért az a piac tér állapotán nem rontott. Tehát az gyakorlatilag egy sima területet raktak le, annyi, hogy a kiírásnál erre kell ráaszfaltozni. Hát úgyis az egészet aszfaltozni kell egy lejtéssel, tehát nem hiszem, hogy ez különösebb problémát okozna. Egyébként meg úgyis, ha bárki nyeri, meg azzal kell kezdeni, hogy először az egész területet gyomírtozni kell, mert tavaszra úgyis kidő rajta minden. További? Amíg nincs további, akkor a testületi ülést bezártam. Zárt üléssel folytatnánk. Azt szeretném kérni.